Sziasztok! Most éppen a vályog falunkról kaparom lefelé a vályog házunkban a festéket, és arra lettem figyelmes, hogy még a szájmaszkon keresztül is azért beszivárog némi por. És ugye ez mindig egy örök dilemma, egy örök kérdés, hogy ezeken az FFP2-es szájmaszkokon keresztül átjuthatnak-e a vírusok, vagy sem. Hát azért a vályog por az még kisebb is, mint egy vírusnak a nagysága, tehát annak a szemcse nagysága sok esetben még finomabb porról beszélhetünk, és most arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen szájmaszkon mennyi por jut át, úgyhogy most vettem egy ilyen fekete szájmaszkot, és erre rá fogom húzni ezt a másik FFP2-es szájmaszkot, és azért, hogy kettő közé ne tudjon bejutni a por, ezért az pedig egy ilyen elasztikus, ilyen tép szalaggal le fogom ragasztani, tehát itt a szélét, ez egy picit csökkenni fog a légzőfelületem, majd lehet, hogy vágok le valamennyit a szalagból, hogy ez ne történjen annyira meg, de így próbálom ezt kiküszöbölni, hogy ne legyen félrevezető a dolog, mert hogyha így használnám, akkor tuti, hogy mögé is be tud jutni valamennyi por, és az nem lesz releváns a tesztünk során. Nehezebben fog illeszkedni is az arcomra, tehát azért van ezzel még probléma, ezzel a gondolattal, de hát valahogy meg le kell tesztelni. Végül találtam ehelyett a testszínű szájmaszk helyett egy fehéret, ami szerintem egész jó bevált, és erre applikáltam rá, illetve ebbe applikáltam bele a fekete szájmaszkot. Ugye amit vizsgálni fogok, hogyha ebből a fehér vályogporból meg mézporból átjut ezen a szájmaszkon anyag, akkor az ki fog rakódni a két szájmaszk között terveim szerint, és látszódni fog a fekete szájmaszkon, illetve majd le is lehet róla fújni, mint port. Úgyhogy ezt én most igyekeztem így lezárni, tehát hogy a kettő közé semmiképpen se juthasson be por, mert az félrevezető lehet, tehát azért ragasztottam így körbe. És akkor ez most egy dupla szájmaszk, hát majd meglátjuk, hogy mennyire nehezíti meg a lélegzetvételt, úgyhogy jöhet a teszt, megyek kaparni. Na nézzük most meg, hogy így dupla szájmaszkban hogyan alakul a véroxigén szintem. 115-ös, 116-os a púzusom, és így, hogy szívom ezt a port, ami innen lejön, ugye most itt fönt kaparászom a falat, ugye most 113-as a púzusom, és 97-es a véroxigén szintem. Tehát akkor, hogy is van ez? Tehát a kilélegzett széndioxid, meg a szájmaszk az mennyire befolyásolja ezt? Tehát, hogy lecsökken a véroxigén szintünk? Hát 95-96 a normál szinten, és most 97-96-on van. Tehát ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy semmi köze nincs a maszkviselésnek a szénmonoxid szintünkhöz, illetve a pulzoximéteren mérhető értékeknek. Ezt pont meg is jegyezte valaki közületek, hogy a szájmasznak mennyi térfogata, és mennyi az a belélegzett levegő, amit belélegzünk. Tehát olyan 1,2 liternyi levegőt lélegzünk be, egy lélegzetvétele, vagy aki nagyon felületesen lélegzik, az fél litert. Hát egy maszkban, ugye, mivel az arcunk is kitölti, meg van benne az orrunk, tehát ott maximum egy ilyen 1,5-2 deciliternyi lehet az űrtartalom, amiben a saját széndioxidunkat visszalélegezhetjük. De a kilélegzett levegő széndioxid tartalma az sem telített teljesen, tehát csak egy kicsivel nő meg a széndioxid tartalmat. Megjegyzésekben leírtam az előző videónál, hogy az újraélesztésnél is azért nagyon fontos, hogy ne egy ballonnal lélegeztessük, szájból-szájba lélegeztetésnél, ami most már nem divat, tehát most már csak szívmosztást alkalmaznak elsősegélynyújtásnál. Tehát, hogyha szájból-szájba lélegeztetünk, akkor fontos, aki a lélegeztetést végzi, annak a kilélegzett széndioxid szintje, mert az ingerli a légzésközpontot. Hogyha egy ambuballonnal lélegeztettek, vagy oxigénpalackkal, akkor nem lesz meg ez az inger, és kevesebb rá az esély, hogy meginduljon a spontán légzése az illetőnek, akit lélegeztetünk. Sőt, még korábban elsősegélynyújtásban azt is mondták, hogy érdemes a régi szódás szifonoknak a széndioxid palackjából, a széndioxid patronjából beleereszteni egy ilyen szódás szifonba, és akkor abból is egy picit befújni annak az illetőnek a szájába, aki vagy tüdejébe helyesebben, akit újraélesztünk, mert az ingerli a légzésközpontot, és akár be is indulhat a spontán légzés. Sokszor az ellenkezője igaz, amit az interneten állítanak, mert ez csak egy kis kitérő itt a tesztünkben, ugye a maszkviselésről is. Az egy más kérdés, hogy tényleg a maszk az mit fog meg, most ez is ki fog derülni, hogy milyen mikron az, amit meg tud fogni. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd a felületén, a belső felületén a fekete maszkomnak. Na nézzük, mennyi portól védett meg. Ez a maszk ugye jól látszik, hogy
ha nem keveset beszívtam volna, tehát meg a kesztyűmön keresztül is, meg mindenütt jól látszik, hogy van rajtam pordögivel. Ezt így kompresszorral szoktam le fújni magamról. Na nézzük is a szájmaszk felületét. Ugye nagyon érdekes dologra lettem figyelmes. Itt, ahol vékonyabb az anyaga ennek a szalagnak, és tehát sajnos most azt látom, hogy ennek az elasztikus szalag ez valószínűleg átengedett így port, mert nagyon-nagyon poros a környezete, és ott egy-egy részen jobban rátapadt. Ez most vagy azért van, mert ott a ragasztó az vastagabban van, és az jobban megkötötte a port, vagy pedig ott nagyobb volt a beáramlása a pornak, és ezért ott fennakadt. Úgyhogy mindjárt szét is szedjük, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Hát nem nagyon látok rajta. Itt viszont látni a széleken, ahol viszont beszűrődött, úgyhogy egyértelmű, hogy ezeken a nagyobb réseken, igen, és most már látom, hogy ahol megtapadt rajta a por, ott van a ragasztó réteg, és közte viszont nagyon széles lyukúak a háló, és itt viszont beszivárgotta. Na mindjárt kivisszük, és megfújjuk kompresszorra, hogy mit mutat. Oké, tehát itt a kompresszor. Hát remélem, hogy így a kicsit fekete háttérben fog látszódni, hogyha lejön róla valami. Rengeteg por távozik a maszkból és a maszk felületéről. Azt nem javaslom, hogy így fújkáljátok, mert ezzel kitágítjátok a kis pórusait a masznak, és onnan tönkre is teszitek, tehát onnantól kezdve nem fog jól működni. Maximum nagyon távolról. Tehát hasonló erővel, mint ahogy lélegeztek, azzal ki lehet fújni, de egyébként nem ajánlom. Oké? És most nézzük meg, hogy a fekete masknak a felületéről megy-e valami. Semmi. Itt viszont már igen, most ki is fújta a kezemből, tehát jól látszott, hogy semmi nem volt. Tehát nagyon-nagyon minimális, vagy egyáltalán nem jut át rajta ebből a finom porból, és tényleg nagyon-nagyon finom porról beszélhetünk, tehát ennél finomabb por már szerintem nem is nagyon létezik. És viszont amikor csak sima maszkot hordtam, akkor azért az óromba azt tapasztaltam, hogy azért volt lerakódás. De ezek szerint minimális mennyiség jut át a maszkokon.